Kezdjük azzal az anzásítással, hogy mi az a pulzusnyomás. A pulzusnyomás nem más, mint a vérnyomás alsó és felső értékének a különbsége. Ha például mérünk valakinél egy 130 per 80-as vérnyomást, akkor kivonjuk a 130-ból a 80-at, maradt 50. Ez esetben a pulzusnyomás 50. Az agyvérzés garantált előfutára a tartósan fennálló, kórosan emelkedett pulzusnyomás. Nem pulzusszám, ezt ki kell hangsúlyoznom, nehogy fogalomzavarba kerüljünk, hanem pulzusnyomás. A kettőnek semmi köze egymáshoz, nehogy valaki a pulzusát kezdje el számolgatni, mert nem arról van szó, hanem a pulzus nyomásról. A vérnyomás egyéb értékei mellett érintettem a pulzusnyomás témáját is az 54. videómban, megtaláljátok belinkelve a leírásban is, de ott nem bontottam ki, csak mellékesen említettem. Ma jutott eszembe, hogy rákeresek az interneten, hogy foglalkozik-e vele valaki, de senki. Egyetlen videót sem találtam róla magyaroktól, csak amerikai, angol és más külföldi csatornákon, ezért most pótolom ezt a hiányosságot és folytatom, illetve kiegészítem az 5 évvel ezelőtti, az 54. videómban elhangzottakat a pulzus nyomás részletesebb ismertetésével. Amikor vérnyomást mérünk, és amellett, hogy megállapítunk például egy magas vérnyomást, aminek egyébként rengeteg oka lehet, erre kéne a legnagyobb figyelmet fordítani, mégsem érdekel senkit. Egyszerűen elsiklanak fölötte az orvosok. Olyannyira, hogy amikor egy ismerősömnek hetek óta méregettük a vérnyomását, és közöltem vele, hogy jelezze a házi orvosának, hogy tartósan 70-75-ös a pulzus nyomása, a doki lelegyintette és elmondta, hogy nincs jelentősége, épp hogy csak ostobaságnak nem nevezte a jelenségre fordított figyelmet, pedig a szervezetünk bármelyik területén fellépő érsérülésből adódó érkatasztrófáért az erek rugalmatlansága, merevsége, mondhatni törékenysége a felelős, ami kóros állapotot a pulzus nyomás egyértelműen és sokkal biztosabban mutat, mint a modern műszeres vizsgálatok, ráadásul a legegyszerűbb módon. Az imént említett érkatasztrófa, amit az agyszövetben vérzéses stroke vagy agyvérzés névvel illetnek, az érfal aneurizma okozta meggyengülését leszámítva, az érfalak meszesedése, ezáltali merevsége, rugalmatlansága miatt jön létre. Nem képes az érfal igazodni a szív hirtelen jövő erősebb intenzitású munkájához, és szétreped. Mert mi is történik? Amikor a szív összehúzódik és kipumpálja magából a vért, és a legtöbb vér van az érhálózatban, akkor mérünk szisztolés, vagyis felső értéket a vérnyomásban. Amikor kitágul a szív, megtelik vérrel, és a legkevesebb vér van ezáltal az érhálózatban, akkor mérünk diasztolés, vagyis alsó értéket a vérnyomásban. Ez a két egymást pulzus jelleggel váltogató érték mutatja az érfalakra ható legnagyobb és legalacsonyabb vér, folyadék vagy hidrosztatikai nyomásértéket. A kettő közötti különbség, vagyis a felső és az alsó érték különbsége a pulzusnyomás, amit 45-50 között határoztak meg egészséges felső határértéken. Ha ennél kisebb, mint például az én esetemben, ahol nem igazán szokta elérni a 40-et, az nem baj, de ha nagyobb 45-50-nél, akkor már lehet baj, még akkor is, ha ezen a házi orvos jókat kacarászik. Ugyanis, ha az érfalak tiszták és rugalmasak, akkor normálisan képesek tágulni a szív munkáját kísérve, és nem fognak szétrobbanni ez egy ilyen erősebb lépcső menet közben. Ha csak nem szól bele a vegetatív idegrendszernek az érfalak sima izomzatára gyakorolt hatása, de az egy más téma, azzal most nem foglalkozunk. Ezt a normális mértékű tágulást igazolja, hogy az egészséges tartományba tartozó vérnyomás alsó és felső értéke között nincs jelentős különbség, ami meg is áll legfeljebb 45-50-nél, ahogy az előbb is mondtam. Azért, mert az érfalak rugalmasak és a tágulásuk miatt nem fog túlnyomás keletkezni az erek lumenében, magyarul üregében. Ha viszont meszesek, merevek, rugalmatlanok, a szív akkor is ugyanúgy fog dolgozni, mint egészséges erek mellett, és ugyanannak a vérmennyiségnek a tágulás hiánya miatt, amit a rugalmatlanság fog okozni, sokkal szűkebb csatornákban kell áramlani a szív összehúzódásának pillanatában, ami a normális tágulással járó nyomáshoz képest jelentős nyomás emelkedéssel jár. A szűrő vizsgálatokon mégsem veszik ezt figyelembe. Nézik a felső és alsó értéket, de a kettő közötti különbséget, a pulzusnyomást figyelmen kívül hagyják, sőt, ha megemlíted, úgy néznek rád, mint tyúk a piros kukoricára. Pedig, ha ez az érték magasabb 45-50-nél,
akkor az erek meszesek, rugalmatlanok, és minél magasabb ez az érték, az erek annál rugalmatlanabbak, és annál nagyobb az esélye, hogy a busz után futva szétrobbannak valahol a testedben. Ha ez történetesen az agyban történik, akkor jöhet a pelénka vagy a koporsó. Ha más, főleg ilyen szempontból kényesnek nevezhető területen, akkor is számolhatunk koporsóval. Még egyszer. Ne a magas vagy alacsony vérnyomást nézzük, esetleg a pulzus számot, mert nem arról van szó, hanem a pulzus nyomásról. Most arról beszéltem, nem a magas meg az alacsony vérnyomásról, hanem a pulzus nyomásról. Ha tiszták és egészségesek az erek, akkor normálisan képesek a szív munkáját követve tágulni, így a szisztolés és diasztolés értékek között viszonylag kicsi lesz a különbség. Ha messzesek és emiatt rugalmatlanok, akkor nem képesek a szív munkáját követve normálisan tágulni, így az említett két értékforma között viszonylag magas lesz a különbség, mivel jelentősen megnő a nyomás a szív összehúzódásával, vagyis magas lesz a pulzusnyomás. Na, most már van fent erről magyar nyelven is videó. Ha pedig prevenciót vagy akár gyógyulást szeretnétek, az erek házi módszerrel történő tisztításáról szóló videómat is megtaláljátok 138. sorszámmal, de azt is belinkeltem a leírásba. Jó egészséget!